Egy újabb pontja születhet újjá Királyhegyesnek a következő hónapokban. A helyiek által csak új iskolaként ismert 1969-ben felhúzott épület hamarosan teljesen más funkciót kap majd. Annó még, ugye, mikor az egész település hát nagyobb lakosságszám volt, meg volt a gyereklétszám, akkor itt 800 osztályos iskola működött, az alsó tagozatnak adott helyet ez az iskola. Hát ugye a 2000-es évek végén ugye átalakult a falunak a szervezete, illetve hát lecsökkent a lakosságszám is, gyakorlatilag a gyerekek száma is, és így az alsó tagozat maradt meg a településen, ami a régi épületben foglal helyet. Azóta szinte teljesen használaton kívül volt az épület, a közfoglalkoztatottak hasznosították raktárhelyiségként. Az önkormányzat azonban nemrégiben elnyert egy 116 millió forintos CSOP pluszos forrást a Lapszolgáltatási Központ létrehozása címszó alatt, ebből kívánják felújítani az igen rossz állapotban lévő egykori iskolaépületet. Céljuk az, hogy ide költöztessék át a házi gondozói szolgáltatást, amely jelenleg az egészségházban üzemel, illetve a gyermekjóléti szolgálatot, amely a polgármesteri hivatalban kapott helyet. Mindezek mellett hosszú távú elképzelésük, hogy a nyugdíjas klub nappali ellátását is itt végzik majd, ám a szóban forgó pályázatból egyelőre csak az étkeztetés helyben biztosítását tudnák megoldani, ez már magában is minőségi javulást jelentene. Horváth Lajos polgármester stábunknak elmondta, hogy mik a legfontosabb felújítandó részek az építményen. A tetőszerkezetet alapvetően azt kell kijavítani, hőszigetelést kell megoldani, magát a fűtési rendszert kell átalakítani, és hőszivattyús rendszerben gondolkozunk, tehát nem gáz és egyéb dolgokban, illetve a belső, hát a vízvezetés, illetve a szennyvíznek kérdésnek a megoldása még fontos lehet. A hőszivattyús rendszer természetesen a tetőre felszerelt napelemekkel is kiegészítik, így a remények szerint minimális rezsiköltségekkel tudják majd üzemeltetni a szociális szolgáltatásokat tömörítő épületet. A polgármester hozzátette, a napokban aláírásra került a támogatási szerződés, a beruházás hivatalos befejezési határideje pedig 2024. december 31-e.